Napokig csak a köd volt a meghatározó időjárás alakító elem. Ma azonban a ködréteg fölé érkeznek vastagabb felhők, amelyek több helyen átmeneti kisebb esőt is okozhatnak. Köszöntöm a kedves nézőket, itt az M1-en, Tóth Tamás vagyok. Ezzel együtt pedig a légkörben elindul egyfajta változás, ami a következő napokban majd leginkább a hőmérséklet csökkenésében nyilvánul meg, de különösen igaz lesz ez majd a hét második felében. Addig azonban tehát a ködréteg az, ami több helyen meghatározó lett, helyenként csak nagyon vékony, akár pár méter vastag, mint ahogy például ezen a Duna mellett készült képen is látszik, hogy bizony hogyan is alakulhat, vagy hogyan is befolyásolhatja például a folyó a ködképződés. Petrovics Ferencnek köszönjük a tudósítást, de leginkább ez a táj vagy égkép lehet most jellemző, amit Rokonál Zoltán küldött el nekünk tegnap. A ködben békésen legelésző nyúhnyájat láthatunk, méghozzá Tiszalök környékén, és egyben ez a kép arra is utal, hogy láthatják a belátható távolság, az bizony 100 méter körül, és ez most több helyen is így van az országban, ez pedig fokozott óvatosságra inti elsősorban a közlekedőket. Óvatosabban vezessünk még a megszokottnál is, akkor is, hogyha ismerjük például az adott útszakaszt. No de a köd azért valamelyest ritkul a mai nap során, de ahogy utaltam rá, itt érkeznek a légkör magasabb rétegeiben is felhők, amelyek csapadékot is adnak. Ezek a vastag felhők persze az erdélyi területek jó részét nem érik el, tehát itt nem számítunk számottevő csapadékra. Itt ma is a köd, illetve a napsütés diadalmaskodik egymással, és ott, ahol leghosszabb ideig párás lesz a levegő, ott jóval a Kárpát-medencei átlag alatt alakul a hőmérséklet. A naposabb körzetekben, illetve bánságban jó részt a párcími területeken 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Magyarországon több-kevesebb napsütés itt a keleti, déli, délnyugati határvidék mentén lehet, másút viszont jellemzően erősen felhős vagy borult marad szinte egész nap az égbolt. És még a szerdai napra is a borult égbolt lesz jellemző, ekkor is előfordul majd kisebb eső, majd átmenetileg nagy területen felszakadozik a felhőzet, és csütörtökön már hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Persze ez nem tart túl sokáig, ahogy az ikonok is mutatják. Pénteken, de különösen szombaton a legfrissebb előrejelzések bizony nagyobb területen is mutatnak csapadékot, és bizony nagyon megközelít minket már a kontinentális hideg, ami a Kárpátok hágóin keresztül be is szivárog hozzánk. Mélytengeri merülésre invitálnám önöket, hiszen a mai témánk milyen rétegeket képez a fény a tengerekben, hogyan alakítja a mélységi zónák életét. Akkor merüljünk is neki. A felső réteg az eufotikus zóna, amely fényben gazdag, de természetesen a fénymennyisége fokozatosan csökken a mélységgel. Főbb ismérve, hogy ebben a rétegben tudnak a növényi szervezetek fotoszintetizálni. Ha mélyebbre merülünk, körülbelül 1000 méterig tart a diszfotikus, az a szürkületi zóna. Ez a terület, ahol a tiszta víz esetén még dereng a fény, de már nem olyan erős, mint feljebb, ez már kevés a fotoszintézishez. És akkor a legmélyebb, 1000 méter alatti térségben már teljes a sötétség, elérkeztünk az úgynevezett afotikus területre, ami talán a leginkább felderítetlen része a Földünknek. Itt már rendkívül nagy az élőlényekre ható víznyomás, és igen különleges élőlényekkel is találkozhatunk. Úgyhogy én most innen a nagy mélységekből búcsúzom. Viszontlátásra!